Megint előadjuk azt, amit tavaly? Viccelsz, ez a szenteste csúcspontja. De már tavaly is olyan kevesen jöttek el. Pedig ennek hagyománya van. Az ősök minden évben előadták ezt karácsony este. Én már beszéltem a polgármesterrel is, szabad a műfáz, este kezdhetünk próbálni. Már ma este próba? Nincs mire várni, mindjárt itt a szenteste. Jó van, szólok a többieknek is. Oké, és rendben. Na akkor este is kapcsolatok. Sziasztok! Este találkozunk. Hello. Most nem is te jössz! Ez az én szövegem! Nem igaz, hogy nem tudjátok megtanulni azt a pár mondatot. Tiszta égés lesz ez így. Jó, figyelek. Baj van, fiú, baj van! Ugrik az előadás! Na, ne szórakozz velünk! Mi történt? Cseng elesett a jégen és eltörte a lábát. Most vitték be a kórházba. Már csak ez. Hogy találunk karácsony előtt két nappal Máriát? Hiába dolgoztunk ennyit. Nem lesz előadás. Hihetetlen, hogy nincs a városban egy lány, aki vállalná a szerepet. Van ötletetek? Én tudok valakit! Megyek, beszélj vele! Gyerünk, beszélj vele! Sziasztok! Már megint holomban állt a sok mutatlan pohár. Gyerünk, gyerünk! Ezért fizetek? Mit motyorászol magadban? Valami bajod van? Ma csak azért. Rend legyen, mire visszajövök, este sok vendégünk lesz. Imre, gyere csak egy pillanatra! Szia, te ilyenkor itt. Reggel szoktál jönni a felesedét. Láttam valamit, elmondom, hogy megkész egy felesre. Bettina, egy feleséget szeső vendégünk lesz. Képzeld, mit láttam a biódán. A kis Bettinkádat a színpadon. Valami szentes darabot próbált. Szűz már ennek képzeli magát a kicsike, vagy mi? Biztos vagy benne, hogy őt láttad. Köszönöm. Persze, épp munkába készültem, amikor elsétáltam a műfáz előtt. Majd adok én neki. Mit képzelsz magáról? Danikám. Továbbá is tartsd a szemedet. Ó, hát amíg a felesek tartanak, addig persze, hogy... Én megyek is. Már csak ezt jelentek. Elkészültem mindennel, elmosogattam, felsöpöltem és fel is mostam. Állj csak meg egy kicsit, beszédem van veled. Mit hallottam én rólad? Nem értem miket. Tudomásomra jutott, hogy a szabadidőt valami ócska színdarabba folytod. Aki nekem dolgozik, annak ez legyen az első. Megtiltom, hogy szerepelj benne. Különben tönkreteszem az egész társulatot. Ne játsz itt meg nekem a szentet. Megértette? Szia, Bettina. Marci mondta, hogy beszélni akarsz valamit. Igaz? Igen, de aztán elvesztettem a bátorságomat. Ebben a két napban annyi minden történt, és ez annyira felkavart. Azt hiszed, kellemes dolog ilyen hangulatban próbálni? Őszintén megmondom, el akartam menni. Képes lettél volna erre? De akkor megláttam ezt a ruhát, ott lógott fent a falon, és hát belebújtam. Olyan gyönyörű. Tényleg képes lettél volna erre? Mire? Hogy cserben hagy bennünket, hogy itt hagy minket. Mondd, ránk nem is gondoltál volna, csak magadra? Tényleg megtetted volna? A gyengébik nemhez tartozom, tudhatod. Ugyan már. Majd rájössz. Az a fő, hogy én most itt vagyok, nem? Igen, de nem egészen. De attól még jól mehet a darab. Egészen itt kell lenned. Egészen. Olyan gyerekes vagy. Szóval, sokan eljöttek? Hamar készen lettél, mi csak. Ja, öreg színész vagyok már,
Van benne gyakorlatom. Na hát, üres a ház. Hát így állunk, öregem. Gratulálok. Sokszor csalódtam már életembe, de ennyire még soha. Egy árva lélek sincs. Mi az? Egy árva lélek sem. Még nincs itt senki? Nincs. Ugyan. Ne szórakozz már. Nem hiszed? Gyere és nézd meg. Elhiszem. Bevallom, soha nem gondoltam volna. Jó, még nincs éjfél. Mit izgultok? Na és? Emlékszem, tavaly egyszer jöttek be, csordában. Éjfél után? Azt hiszem. Ez nem biztos. Hallgassatok. Miért? Jön valaki? Mondom, hallgassatok már. Minek? Csend. 11 és 12. Szóval, éjfél. Láthatjátok. Vége a játéknak. Ahol mi voltunk a bohócok? Miattam. Nem, nem. Miattunk. Akkor most már mehetek aludni. Áron! Ne búsulj, Kálmán. Tessék? Azt mondom, hogy ne búsulj. Nem érdemes. Lesújtó ez, öregem. Egy árva lélek sincs itt. Ha lennének vagy tizen, no de mondjuk, ketten vagy hárman. De senki nincs itt. Ez hihetetlen. Mondd, Kálmán! Te tudtad, hogy még a barátnőt sem jön el? Mondta, de nem hittem. És még most sem hiszem. De mi lelhette ezt a várost? Mi? Mit tett a te gonosz kocsmárosod az emberekkel? Megbabonázta őket? Ő volt az erősen. Ez a kacagnunk kell. Erő? Nem, ez más. Azok voltak a gyengék, gyáván megfutamodtak. Mert attól féltek, hogy kitöri a nyakukat. Igen, igen, gyengék. És nem volt köztük senki? Senki, aki lekent volna neki egyet, egy duplát. Mindenki megfutamodott, mindenki begyulladt. Csak ezt akartam mondani. Szóval vesztettünk. Vesztettünk, barátaim. Nem maradt más hátra, mint fogni a cókunkunk és... Kálmán. Tessék, Gábor. Azt akarom mondani, tudom, hogy... Tudom, hogy nehéz a szíved? Igen, de nem csak hát ezt. Hát mit? Ne haragudj. El kell játszanunk a darabot. A darabot? Igen, a misztériumot. El kell játszanunk. Ide figyelj! Úgy gondolod, hogy az üres terem ellenére játsszuk el a darabot? Igen, ezt. A társulatunknak el kell ezt játszani a karácsony éjszakáján. Ez nem igaz. Hát ez bohon. Szóval azt akarod mondani, hogy játsszuk el a darabot most rögtön? Igen, ezt. Te nem gondolkodsz? Nem benned, ha egymagunkban állnánk itt, egyedül is elhagyatva, ebben a kietlen teremben? Ők nem voltak egyedül? Ők nem voltak elhagyatva? De ebben a hidegben? Nekik talán melegük volt az istállóban? Nem mondom, de viszont ők szentek voltak. Semmi akadály, hogy te is az légy. Mondd, ha most hazamész, mit fogsz otthon csinálni? Ne legyenek gondjai, tudok egy kis zugot a kandalló mellett a jó sorokban. És ki fog ülni a másik sarokban? Mit tudom én, a barátnőm. És milyen képet fog vágni a nőt? Hát, amilyet akar. Egyszer, mikor hazamentem. Barátságtalan morc képet, tele szemrehányással. Nem akarta, hogy eljöjjél. Most mégis le fog nézni, mivel nem maradsz. Bánom is én. Majd lefekszem és alszom. Csak, hogy nem fogsz tudni aludni. Én? Majd meglátod, mert nem csak a barátnőt, te is le fogod nézni saját magad. És szégyeld is majd magad. Igaza van neki. Úgy van. Ugyan, hallgassatok. El kell játszanunk a darabot. Hát akkor gondoskodj közönségről, te taknyos. Itt vagyunk mi, valamennyien, és ez elegendő. Hát nem rettenthetetlen? De, ő az. Csak nem hátrálsz meg. Szeretné, ha játszanak. Ez egyszer bizonyos. De bármennyire is szeretné, az üres padoknak csak nem játszhatunk. Nem is a padoknak, az éjszakának, a hóesésnek, az égnek fogjuk játszani. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy eddig minden évben megünnepeltük a karácsonyt ezzel a misztériummal. Most már egy olyan imám volt, ez lehetetlen. Győztél, fiam. Meggyőztél minket. Tehát, játszunk? Játszunk. Bocsánat. Nem történt semmi. Játszunk. Játszunk. Hát jó, de azért ez mégiscsak őrültség. Megsúgom, ilyen őrültség még több is akad a világon. Nosza, ugorjunk fejest a vízbe, gyerekek. Habozás nélkül, hopla.
József, Mária és a szamár menjenek a helyükre, Betlehembe. Mozgás! Oda utazzunk? Oda. Utána meg menekültök Egyiptomba. És az ökör? Jelenleg kérődzi. Joga van hozzá. Miért? Mert ez azt bizonyítja, hogy evett. Én meg majd meghalok éhen. Na tessék! Egyszer az éjség a baj, egyszer a hideg. Mondd, mitől nem vagy te oda? Nem is pásztor vagy te állam, hanem vértanú. Olyan boldog vagyok. Annál jó. Minden olyan egyszerűnek és tisztának tűnik. Szóval, most már nem is akarsz elmenni? Nem. Kérlek, ne is jutasd ezt többé az eszembe. Jó, tehát kezdjük. A bevezetést és a köszöntést persze elhagyjuk. Ó, és miért? Mert nincs kórusunk, például azért. Hitvány árulók. Hűtlenül elhagytak. Ugyan, talán jobb is így. Gondolod? Igen. Most mi is olyanok lettünk, mint a pásztorok. Mindent elvesztettünk ezen az éjszakán, és körülöttünk nincs más, csak a hús, galád világ. Olyan szánnivalóak lettünk, mint ők. Így is van. Erre nem is gondoltam. Keresünk egy csillagot. És meg is találjuk. Tehát, te ezt tettük, pásztor? Igen. Igen. Jól játsszátok meg ennek a három hóban topogó jó léleknek a szorongását, élethűen átéléssel. Igen, igen, értjük. Ha megpillantjátok a csillagot a sötét éjszakában, ezt úgy csináljátok, hogy... Igen, tudjuk. Igen, tudjuk, tudjuk. Még valami. Könyörkök, hagyd abba, hiszen magam is szeretném jól játszani a szerepemet. Sőt, többet mondok szívvel, lélekkel, de hagyjál végre játszani. Igazad van, Renátó. Nem is fecsegek tovább. Eltűnök, felszívódok, már itt sem vagyok. A függöny, Gábor. A függöny? Persze, úgy, ahogy próbált. Ó, bocsánat. Azért jöttél ide, hogy láthass bennünket letörve, elcsüggezve, szánalmasan? Ez volt a terve, ugye? Így akartál minket lefesteni azok előtt, akik erre várnak a kocsmádban. Milyen öröm lett volna, milyen gúnyos nevetés tört volna ki. De láthatod, ezek az egyszerű és hűséges emberek, akiket a te rossz indulatú és hitetlen világot kivet, ezek most mégis játszanak, hogy ezt a szép karácsonyi misztériumot előadjuk, és ha kell, kiharcoljuk. Erről van szó. Szóval vesztettél. Boldog vagy? Elvesztetted a játszmát. Nem csüggettünk el, nem vagyunk szívbajosak. Te is a hozzád hasonlók, akik utáljátok a rendes és egyszerű embereket. Azt hittétek, hogy majd sikerül belénk folytani a szót. De láthatod, ezt az őseinktől ránk maradt szép misztériumot most mégis előadjuk. Közönség nélkül, az öröm és a dicsőség kedvéért. Egyetlen néző nélkül. De mégis van egy... Mit mondasz? Azt, hogy mégis van egy néző. Te jó Isten! Micsoda ötlet! Bravo, Marci! Majd neki játszunk! Nagyszerű! Megoldották! A Dalinak fogunk játszani. A püspöki trónust, hamar! A diszpáhot! A püspökit megmondtam. Kitűnő ötlet! Ha azért figurázol... Itt a trónusod! Adjuk meg a tiszteletet a nézőnek. Ha azért tűzöd ezt az értetlen tréfát... Te csak gondolod, magam, hogy tréfálod. Ülj le! Botránya, mit csinálsz, Kálmán? Ülj le a fenekeden, a püspöki székben, és ne merészelj felkelni. Kikérem magamnak! Leülni! Íme. Íme itt látható városunk bölcseinek mintaképe. Minden ostobaságával, aljasságával és gyűlölködésével. Jól nézzétek meg! Keresve se találhattunk volna ennél rútabb és hitványabb pofát. De hát mondjátok csak! Fogd be!
Ilyenek, mint ez, milliószám nyüzsögnek a világon. Ők azok, akik megkövezik a szenteket, és keresztre szögezik Jézust. Nem is igaz. Én kikérem magamnak. Lejni! Nem érdekes. A társulat játszik. Neki fog játszani. Nem fogok oda nézni. Kezdjük, barátaim. A pásztorok jelenetét végig. Helyes! Nem zavard meg az előadást, hallod? Mert agyon ütlek. Pásztorjátékunk. 94 esztendő óta először. Most először történik meg az, hogy nem ünnepeljük meg ebben a városban a karácsony misztériumát. 94 esztendő óta először. 94 esztendő óta minden karácsonykor megünnepeltük a misztériumot. Apáról fiúra, utódról utódra, kézről kézre hagyományozva. És most egyszerre csak megszakadt a szál. Nem lesz több misztérium. Rég porladó halottaink, kik a templomunk ölébe nyugasztok, most megfordulhattok a síratokban. 94 esztendő. A 100 éves évfordulót kivárni, nincs kitartásunk. Néha még emlegetjük ugyan, ez nem kerül semmibe. Per omnia secula seculorum. Bizony, hogy gyarlók az emberek, Gábor. Nem. Optimista vagy. Azon gondolkodom, nem játszhatnánk el, mindenek ellenére, csak mi ketten a darabot. Mária nélkül? Mária nélkül. Nem tudom, de talán menne. Te olvashatnád a szerepét. Én a szomár vagyok. Látod? Már te is meghátrálsz. Bizony, hogy gyarlók vagyunk. Ezúttal tehát tényleg megszakadt a szál. 94 esztendő elszáll, eltűnik. Tudod, mi döbbent meg a legjobban? Az, hogy az emberek nem is érzik, mikor szakad meg a szál. Üvölteniük kellene pedig, de nem, élnek és virulnak, mintha mi sem történt volna, lepketáncot járva, hitetlenül, könnyelműen. Ej! Talán jobb is így. Milyen hideg van itt. Indulunk haza. Gyerünk. Kálmán. Tessék. Még nem szakadt meg a szál? Nem. Még nem? Mi még itt vagyunk? Hát aztán. Mi még tartjuk a szálat? Mi a mi szerepünk? A hallgatás. Csak hogy ez semmit mondó szerep. Ó, dehogy is, Kálmán. Az ember hallgat, mert szeret. Csak hallgat, mert nagyon szeret. Ha az ember nagyon-nagyon szeret, nem is tudja kimondani, úgysem talál rá szavakat. Igazából soha nem tudjuk kimondani szeretetünket. Hát csak hallgatunk. Igen, Gábor, de hát mit szeretünk? Mindent. Ami volt, van és lesz. A rosszat, a jót. A szomorút, a vidámat.
Mindent. Az életet. Hát persze, de akkor... De hiszen ez csodálatos, Gábor. Akkor a szál nem fog megszakadni. Hallgatunk. Hallgatunk. És lehelünk. Lehelünk. Mi csak lehelünk a fagyos istállóba, és beköszönt a tavasz. Mi csak rálehelünk a csodálatos gyermekre, és ez az életet jelenti neki. Húsvét lesz tél derekán. S jövő a halálban. Boldog karácsony, szamaracska! Boldog karácsonyt, ökörbátyó! Lehelyünk csak, Gábor. Lehelyünk. Lehelek. Egész lelkemből.